Hirtelen szívmegállás esetén az első 5 percben meg kell kezdeni a segítségnyújtást, ha ez elmarad, a mentő hiába ér ki 10 perc múlva, már csak a haláltényét tudja megállapítani. Az Országos Mentőszolgálat és a Máltai Szeretetszolgálat ezért kiadott egy olyan mobiltelefonos alkalmazást, amely a mentők riasztásával egyidejűleg a baleset 500 méteres körzetében lévő aktív felhasználóknak is jelzést küld. Ez egy közösségi életmentő hálózat, nagyon büszkék vagyunk rá, azt gondolom, hogy talán nincs is ilyen máshol a világon. És itt jön elő megint a magyar mentőszolgálatnak az a nagy értéke, ami szintén egyedi, hogy egy országos egységes szervezetről beszélünk, hogy ha hozzánk befut valahol egy segélyhívás, az ugyanabban a rendszerbe fut be mindenhol az országban, és ebben a rendszerben ugyanolyan szakmai elvek alapján, ugyanolyan felszereléssel vonulnak ki a bajtársaim, és egy ugyanolyan küldetéssel, a küldetés pedig az, hogy mentsünk meg minél több ember életet. Ugyanakkor ez nem csak a mi szakmai feladatunk, hanem én azt gondolom, hogy minden jó érzésű embernek ugyanúgy célja. Így aztán most egyesül a profi mentőszolgálat, és az a sok-sok jó akaratú ember, akik az országban szívesen segítenének, most eszközt adunk a kezükbe. Magyarországon évente 20-25 ezer hirtelen keringés, leállás és szívhalál történik, ezek közül közel 7 ezer közterületen. Térségünkben viszonylag kevés ilyen újraélesztéshez hívják a mentőket. Ez megközelítőleg szerintem egy olyan 40-50-re tehető éves szinten. Én azt gondolom, hogy nem is a számok igazából azok, amik fontosak, hanem hogyha akár egyetlen egy emberi életet is meg tudunk menteni ennek az applikációnak a segítség, akkor már elérte a célját, amiért ez létrejött, amiért ez emögé az Országos Mentőszolgálat felsorakozott, illetve létrehozta ezt az applikációt. A túlélés esélye percenként 7-10%-kal csökken, ezért különösen fontos, hogy amíg a szakemberek a helyszínre érkeznek, addig egy önkéntes mi hamarabb megkezdje az újraélesztést. Szakemberek szerint átlagosan egy segélynyújtó 5 évente egyszer kerül olyan helyzetbe, amikor az elméleti tudását a gyakorlatban is alkalmaznia kell.